Folytatjuk Rádai utcai sétánkat, és azt javasoltad nekem, kedves Ambrus, hogy olyan épületek előtt álljunk meg, amiről talán az ott lakók sem mindig tudják, hogy miért érdekes és miért izgalmas. Igen, pontosan ez volt a javaslatom. Ha már a Rádai utca talán a legfontosabb utcájának a kerület, akkor azt gondolom, hogy olyan épületeknél érdemes lenne most megállni, amelyek talán kevésbé ismertek egy picit, vagy ha ismertek is, mert nagyon szépek, mint a mögöttem látható épület. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen történet, vagy fontos sztori fűződik hozzá. Adat fűződik Mesélj hozzá. Mesélj akkor nekem egy kicsit erről a gyönyörű és impozáns épületről. Hát talán a Bakács tér és a Rádai utca sarkán álló épület a legdíszesebb itt a téren, azt gondolom, a lakóépületek közül mindenképpen, ezt lehet mondani. És a története az nagyon érdekes, mert amikor az első változata elkészült, az ugyanabban az évben történt, mint amikor az Assisi Szent Ferenc plébánia templomot felszentelték 1879-ben, és ekkor ennek az épületnek, ennek az ingatlannak a tulajdonosa az a bizonyos Gregersen Gudbrand volt, az a norvég származású ácsmester, akiről már többször is megemlékeztünk sétáink során. A Bakács utca, a Lónyai utca és a Bakács tér találkozásánál minden ingatlan az övé volt, megvásárolta ezeket a helyeket. Az ő életfilozófiája, hogy ez régebben is beszélgettünk erről más séták során. Elsősorban az volt, hogy a profitot mindig egy újabb vállalkozásba próbálta belefektetni, és egy újabb épületet megépíteni. És ezt ezzel jó is, szemmel fel is ismerte, megtalálta a lehetőséget. Ezzel is így tett, és hát megbízott egy építészt, aki szerintem csodálatos munkát végzett, hogy magáért beszél, nem kell különösebben ecsetelni, hogy micsoda csodálatos díszei vannak, hogy a historizáló stílus jegyek eklektikája, hogy ha ezzel a eklektikájában topzódik. Abszolút így van, lehet látni. Tehát gyönyörűek az állat alakok, az állatfejek, a különböző növénymotívumok. Jó ránézni. Tehát, és egy nagypolgári lakásokat így tartalmazó van, pontosan. Tehát itt elsősorban közép és felsőbb rétegek számára készültek nagy alapterületű lakások, és egészen 1910-ig Gregersen Gudbrand vállalkozásának a tulajdona volt ez az épület, amikor a Hangya Szövetkezet, amely nem messze volt megtalálható a Boráros tér, Közraktár utca sarkán, akkor már álltak épületei, megvásárolta Gregersentől, és hát hangyaháznak is hívták az akkor itt lakók, mert hogy bérház maradt természetesen, de már nem Gregersentől kellett bérbe venni a lakásokat. Úgyhogy átkeresztelték. Így van, és aztán Hangya Szövetkezetek házaként is ismert volt, és hát egészen a második világháborút követő államosításig ez így ment, aztán persze a tanácsrendszerben tanácsi bérlakásokat alakította. De a jelentősége az megmaradt, mert a tanács bizonyos helységcsoportokat később is használt, és hát ami most is így van, hogy az alsó szinten azért az önkormányzat erőteljesen jelen van, és egyik legszebb kivitelezésű házasságkötő terem, ami szerintem Budapesten megtalálható, az pontosan pont ennek az épületnek az alsó szintjén a Bakács térről közelíthető meg. Sétáljunk tovább. Megyünk szerintem. Tovább. Hát ha találunk még izgalmas épületeket. Egy újabb gyöngyszemet mutatsz nekünk, mert hogy az a ház, amit szemrevételezünk majd, és amiről mesélsz, hát nem a szó mai értelmével, mert ikerház, igen, de hát ikerház, mert igen, hogy két ugyanolyan épületet így láthatunk. Van. És hát fogalmazhatunk is, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megnézhetjük, hogy milyen az, amikor felújítás előtt áll még az egyik traktusa ennek a háznak, és milyen az, amikor már ez a felújításon, legalábbis a homlokzati felújításon már túl vagyunk, és akkor előtűnnek, vagy még inkább kihangsúlyozódnak azok a csodálatos épületelemek, amelyek az egész egységet jellemzik. Ugye ez egy fantasztikus kis belső kerttel kialakított U betű alaprajzú ház, vagy házcsoport, akár így is fogalmazhatnék,
fantasztikusan néz ki szerintem, és a jobb oldali traktusa az nemrég kapott homlokzati felújítást, a baloldali az még nem. Ez vár magára. És hát ennek a háznak a történetéről annyit mindenképpen fontosnak tartok elmondani, hogy 1911-ben épült, egy testvérpárnak a tulajdonában volt. Lehet, hogy ezért is gondolták, hogy legyen egy ilyen iker jellege ennek a háznak, akik szőlő és bor kereskedéssel foglalkoztak. Ezért láthatóak a szőlőfürtök a házon, biztos és Dionysos? Így van, én biztos vagyok benne, hogy ezek a gyönyörű épület díszek, ezek a szőlőfürtök, ez az Isten arc vagy fej helyesebben, ez ennek köszönhető. Kón Lajosnak és Kón Imrének hívták a testvéreket. Ennek a háznak a jobboldali szárnyán is megvan, megtalálható az a bizonyos kis táblácska, amely tartalmazza a tervezők a nevét. És milyen érdekes, hogy ők is egy testvérpár, Shannon Ernő és Arthur tervei és közreműködése révén épült meg 1911-ben ez a gyönyörűség. Hát köszönöm, hogy elhoztál ide minket, mert szerintem ezt nagyon kevesen tudhatják, hogy egy testvérpár tulajdona volt. És testvérek tervezték. És testvérek is tervezték, pláne. Menjünk tovább, menjünk. Jó? Lesz még érdekesség. Azt mondtad, Ambrus, hogy a mai sétánk utolsó épülete 1913-ban épült. Ezen túl még mit lehet tudni róla? Hát azt, amit ha az ember ránéz, magától is ráébred, hogy csodálatos épületről van szó, a magyaros szecessziós stílus egyik remek műve egyébként. Ilyennel majd még a további Rádai utcai sétánkon fogunk találkozni, ilyen típusú épülettel, tehát ebben a stílusban épült épülettel, talán kicsit díszesebbel is, de nekem nagyon-nagyon tetszik az a megoldás, hogy egy hatalmas nagy épületről van szó, két udvaros egyébként. Volt egy olyan udvar, amely körül a lakásokban mondjuk így, hogy a szegényebb rétegekből származó családok laktak, és van egy olyan udvara, amely körül a gazdagabb lakások, illetve a gazdagabb emberek lakásai voltak kialakítva, és ellentétben azzal a szokással, ami jellemzője volt az építkezéseknek, a lakóépületeknek, hogy az első emelet sarok lakása volt mindig a tulajdonosi. Ennél az épületnél a legeslegfelső szintre kell felnézni, ahol az a csodálatos erkély ki van alakítva, vagy kialakítottak. Az volt a tulajdonosé, akit úgy hívtak, hogy Unger Richard, és egy nagyon jól menő ügyvéd és közhivatalnok volt Budapesten. Volt annyi pénze, hogy egy ilyen fantasztikusan nagy és sok lakást magába fogadó bérházat építessen, és hát persze itt is lakott. Akkor fedezzünk fel újabb érdekességeket. Menjünk.